Az együtt szerint részben már meghátrált a kormány a magánnyugdíjpénztárak ügyében, de ez nem elég. Pápa Levente szerint a párt a végsőkig harcolni fog a szektor megszüntetése ellen. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És a végsőkig tartó harc jegyében az együtt már azt is bejelentette még jó néhány nappal ezelőtt, hogy tüntetést is fognak szervezni. Azóta volt kedden egy nagy civil megmozdulás, amiben felmerült az a gyanú, ezt voltak, akik sérelmezték is, hogy együttes politikusok szervezték voltak éppen, akkor ez most az a megmozdulás, vagy egy másik, és lesz egy újabb deklaráltan együttes. Jó reggelt! Amikor bejelentettem szombaton, hogy lesz egy ilyen tüntetés, ugye akkor nem tudtuk, hogy paralel, párhuzamos módon szerveződik egy civil tüntetés ugyanerre a témára, és természetesen itt azt gondoljuk, hogy most a civileknek elsőbsége van, hogy kifejezhessék ellenérzésüket, aggályaikat a kormány működéssel kapcsolatban, úgyhogy ezért mi nem akartuk erre rászervezni. Természetesen, mint hogy minden korábbi civil megmozdulás tüntetést is, az együtt ezeket támogatja. Tehát amikor kiadunk egy közleményt, hogy mi támogatjuk ezeket a megmozdulásokat, az nem azt jelenti, hogy mi szerveztük ezeket, csak kifejezzük az egyetértésünket, hogy ugyanezek mellett a célok mentén mi együtt tudnánk működni, és hogy ugyanezt gondoljuk az adott helyzetről. Tehát gyakorlatilag kiadtak egy közleményt, hogy szeretnének egy ilyen tüntetést szervezni, majd a civilek is kijelentették, hogy szeretnének egy ilyet szervezni, és önök átengedték a témát a civileknek. Egyenlőre, de természetesen továbbra is gondolkodunk abban, hogy legyen egy tüntetés, csak most már azt gondoljuk, hogy több téma elérte azt a küszöbértéket, azt a kritikus tömeget, ami átüti az embereknek az inger küszöbét. Úgyhogy most egy olyan tüntetésben gondolkodunk, ahol több témában fejeznénk ki az egyetlenértésünket. Hát csak az látszik, hogy amikor pártok gondolkodnak a tüntetésekben, az sokkal kevésbé sikeres, olyan értelemben, hogy kevesebb ember sikerül az utcára vinni, mint amikor ezek, ahogy azon is előbb utalt rá, most a civileknek az ideje van itt, kifejezetten civil szerveződések. Az egyik tüntető például már korábban reflektorfénybe került tüntető Nemes Balázs, azért nem állt fel a színpadra kedden, mert hogy azt mondta, hogy politikusok vannak itt a szervezés körül, és pont az együtt volt az, amelyik ebbe a gyanúba került. Igen, igen. Mi is érezzük ezt a felfokozott érzékenységet ebben a témában, úgyhogy mi a költségvetési törvény végszavazása körül ez van, december közepére gondolunk valamilyen megmozduláson, de ez is egy nyitott dolog, tehát lehet, hogy az lesz a vége, hogy szintén lesz valami hatalmas civil megmozdulás, és azt fogjuk támogatni, de az is lehet, hogy megpróbálunk egy külön rendezvényben tiltakozni mi is a kormány ellen. A civilek ugye nem tartanak igényt bármelyik politikai párt támogatására, sőt, igen, menekülnek előle, sőt, ha egy politikai párt támogatni szeretne, akkor közleményeket adnak ki Facebook oldalakon, hogy ne próbáljanak meg rájuk kakaszkodni, úgyhogy ez nem annyira könnyű. Ez nem annyira könnyű, ez így van. Most ez a civil versus politikus dolog, ez egy rendkívül kényes helyzet szerintem. Tehát én, aki mondjuk 9 hónapja vagyok politikus, ugye, nehezen tudom értelmezni azt, hogy néha én is fölébredek reggel, hogy úristen, politikus vagyok, de azért ez nem a világ vége. Tehát, hogy ez a nagyon elterjedő apolitikusság Magyarországon, vagy az egész politikai osztály, a politikai elittel szembeni ellenállás, ez egy teljesen érthető dolog. De szerintem distinkciót kell alkalmazni azzal, hogy kik azok, akik részt vettek az elmúlt 25 év felépítésében, kimondottan az utolsó 4 és fél évre tekintettel, és kik azok, akik nem. Tehát azt gondolom, hogy új szereplők beengedése a politikai osztályba, ez egy szükséges dolog ahhoz, hogy a civilek elérjék azokat a célokat, ami mellett tüntettek, azokat a célokért, amiben szerintem mi együtt tudunk érteni, és együtt tudunk dolgozni benne. Hát az ironikus az, hogy az ő deklarált céljuk, az gyakorlatilag azonos az önök korábbi deklarált céljával, hiszen önök korszakváltást ígértek, egyértelműen ezt szeretnék a civilek is, de önöknek sem nem hitték el, hogy igen, ez valóban azt hozna. Talán azért sem, mert hogy az együttben is meglátták az előző korszak emblematikus figuráinak egy részét. Ugye ez a Fidesz által létrehozott centrális erőtérnek és az egész választási törvénynek, a választási szabályzatának az óriási csapdahelyzete ez a dolog. És ugye az együtt az próbálja értékelni és felülértékelni azt a múltat, amit az elmúlt egy évben futott be. Úgyhogy ezek a beszélgetések folynak az együttben. Én azt tudom erre mondani, hogy a deklarált célunk az ugyanúgy nem változott, mint korábban. Tehát lényegében a civilek
követeléseinek mi a 99%-ával egyetértünk, és személy szerint a legjobb utat abban látnám ebben, hogyha a civilek és az új politikai pártok között megjelenhetne egy olyan párbeszéd, egy diskurzus, egy kommunikáció, amikor leomlanak azok az ellenérzések egymással szemben, hogy most ki a friss politikus, ki a régi politikus, ki a civil, ki az, aki ezt akarja, ki az, aki azt akarja, és ami olyan közös célban tudnánk megállapodni, ami előre vinne, amikor és azt mondja, hogy új pártok, akkor ezt úgy érti például, hogy nem az MSZP? Így van, úgy gondolom. Tehát úgy gondolom, hogy az MSZP-nek és részben a DK-nak számolnia kell azzal a múlttal, ami rávetül az ő elmúlt években. De ez a múlt nem vetül önökre, hogy más nem mondjak például Szigetvári Viktornak köszönhetően, akinek azért volt kitüntetett szerepe a megelőző szocialista időszakban. Igen. Is. Én azt gondolom, hogy ez nem fekete-fehér ez a dolog. Tehát természetesen a világon nagyon kevés dolog 0-1. Én azt gondolom, hogy ha csinálunk egy hierarchiát a pártok sorrendjében egy ilyen dologban, akkor az együtt azon pártok közé tartozik, aki a legkevésbé érintett ezekben a tevékenységekben. Tehát, hogyha ha megnézzük az elmúlt 20 éves tevékenységet, hát, akkor az együtt nevezhető annak a pártnak, amelyik a legkevésbé volt érintve az előző kormányzásban. Mondjuk az LMP-hez képest? Vagy a PM-hez képest? Azért, vagy azért, akár a Jobbikhoz képest? Azért mondtam, hogy azok közé a pártok közé tartozik. Tehát én azt gondolom, hogy az LMP is azok közé a pártok közé tartozik, a DK is, a PM is azok közé a pártok közé tartozik. A DK tartozik. Azért mégsem ezek szerint. Nem, a PM is azok közé tartozik. Ezért is nehezteltem én arra például, hogy a PM-mel való kapcsolatunk az egy kicsit hátralépett ebből, mert ezeknek a pártoknak, akik a demokratikus ellenzék részei, most én ebből a Jobbikot szándékosan kiveszem ebből a dologból, és a legkevésbé részesei az elmúlt 20 év politikai osztályának, ezeknek a pártoknak lényegében az érdekei és a magyar politikai választási rendszer szerintem egy hasonló, egy közös jövőt fog meg kijelölni az úton. Tehát én azt gondolom, hogy ezeknek a pártoknak keresni kéne egymást egyébként, és ezeknek a pártoknak több közös van, mint azokkal a pártokkal, akik részesei voltak az elmúlt 20-25 évben. Visszatérve a magányugdíj megtakarítások problémájához, az együtt azt mondta, hogy a végsőkig harcolni fog. Mit jelent ez? Mit tudnak tenni? Ez azt jelenti, hogy azt látjuk, hogy a Fidesz a régi lemezt tette föl, megjelent a társadalmi ellenállás, akkor gyorsan azt csináljuk, hogy megpróbáljuk a szőnyeg alá söpörni a problémát, megpróbáljuk egy kicsit időben eltolni, hogy jó, akkor nem most szüntetjük meg, adunk egy fél év haladékot, de olyan szabályrendszert hozok létre, amit lehetetlen betartani lényegében, és akkor az egész megszüntetéses problémát egy fél évvel elodázom, elcsúsztatom, azért, hogy a társadalmi ellenállás csökkenjen. Ezzel úgy lehet védekezni, hogy mi folyamatosan napirenden fogjuk tartani ezt az ügyet, és folyamatosan a közvéleményt értesítjük arról, hogy éppen hogyan állunk. Természetesen jogi eszközök is előfordulhatnak politikai eszközök, demonstrációk, illetve a nyugdíjpénztárral és a szakmai szervezetekkel való összefogás, hogy milyen törvényjavaslatokon keresztül tudjuk ezt megakadályozni. Milyen jogi eszközt lát most célra vezetőnek? Igen, hát ugye több jogásszal beszélünk, ugye, ahogy hallottam, más pártok is, más civil szervezetek is beszélnek jogászokkal, hogy itt azt látjuk, hogy ennek azért a jogi megalapozottsága kérdéses, bár a kormány ebben egyet előre lépett, hiszen a visszamenőleges hatályú törvénykezést ugye hétfőn az NGM cáfolta. Ez nagyon érdekes, mert először nem cáfolták. Tehát amikor csütörtök este kijött ez a hír, nekik nagyon egyszerű lett volna azt mondani rögtön, hogy jó, de ez csak előremutatóan lesz érvényes, visszamenőleges hatállyal nem. De ezt nem tették meg egészen addig, ameddig a társadalmi ellenállás elérte egy kritikus tömeget, és utána mondták csak azt, hogy nem, ez félreértés volt, visszamenőlegesen nem alkalmazzuk, hanem csak előzetesen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és elmondta az álláspontjukat.